Üdvözlöm, kedves barátaim! Remélem lehet hallani, látni, figyelek itt a visszajelzés dolgokat. Úgy látszik, hogy megy. És ma egy kis témát gondoltam, egy kicsit megosztanék veletek, beszélek. A boldogságra programozva. Hogy ez most mit jelent, hogyan lehet ezt érteni. Erről egy kicsit beszéljünk, mert már annyi sok olyan témát lehet hallani, vagy ezt a hangulatot programozva, zombi emberek vannak, be vannak teljesen programozva, nincs szabad akarat, és így tovább. És valamennyire igaz, valamennyire nem igaz, de végül... Mi ma megnézzünk ezt más szemszögből egy kicsit, hogy milyen mennyire vagyunk programozva, vagy mégse vagyunk, vagy mégse nem vagyunk. Oké, akkor végül arról van szó, hogy hát tegyünk fel egy kérdést. Gondolom, hogy sokan köztetek már kérdezték saját magatokat, hogy mit keresek én ebbe a világba, vagy most mi együtt veletek próbáljuk. Biztos mindenkinek van egy válasza, vagy valakiknek nincs, lehet, de nézzük meg most egy ilyet, amit talán együtt fogunk érteni veletek, amiről fogok most én beszélni. Ehhez képzeljünk el, hogy mindenkinek írok egy e-mailt, vagy messengert, hogy oké, akkor holnap utazunk. És akkor mindenki, elkezd képzelni, és akkor én írok az e-mailbe, akkor igen, akkor ne felejtsetek összerakni a dolgukat, pakoljunk össze minden, és akkor holnap gyertek el, találkozunk, és akkor kezdjünk a mi utazásunkat, először fogunk repülővel menni, utána, amikor repültünk, és jó éreztük magunkat Covid-nak ellenére, akkor majd megyünk kocsival, szépen mentünk, kocsival mindenki örült, de jó, végre megyünk valahová, és utána mondom, igen, kocsi után még vonatozni is fogunk, akkor vonatozás után pedig még egy kicsit megyünk gyalog, hegyekbe, és így tovább, és akkor erre majd fogtok kérdezni, jó, de hány napig megyünk? Vagy mindenki fogja kérdezni, de hova megyünk, mi a célja? És akkor mondom nektek, ne aggódjátok, hogy hova megyünk, mi a cél, csak megyünk. Akkor nem lesz senki lelkes most, akkor mi az értelme mindnek menni, hogyha csak úgy, annak nincs értelme. Ugyanúgy, hogyha mi megkérdezünk, mi az értelme az életünknek, mit keresünk itt ebbe a világba, akkor itt is végül az a válasz, ami általában mindenkinek van ez a válasz, keresek boldogságot, szeretnék boldog lenni. Igen, és itt a igazi válasz, hogy mi mindannyian, hogyha valahova megyünk, miért utazunk? Hát, hogy boldogok legyünk. Miért együnk, vagy eszünk valami finomságokat, legyünk boldogok, miért akarunk egy családot, hogy férfeleség kapcsolatban legyenek boldogok, miért akarunk gyereket, legyünk boldogok, és így tovább is így tovább. Szóval mindenki bármit csinál, az értelme a boldogság. Az a legfontosabb. És a boldogságnak van négyféle kategória, ami mindennyiunknak, minden embernek, a védikus írások szerint, bocsánat,
A védikus írások szerint ez mindenkinek igénye van ebből kapni boldogságot, de attól függetlenül nem mindenki tudatos róla, és nem biztos, hogy akkor, hogyha nem tudatos, hogy teljes potenciált a boldogságnak tudja kinyitni, megkapni. Nézzünk meg, hogy miről is beszélnek a védák. Erről négy kategóriáról. Így, hogy lássunk egymást, vagy legalább én a kamerát látom. Az első boldogság, ez a testszinten van. Ez a testszinten mi is keresünk boldogságot, mert ez mit jelent? Hát kényelmesen tudjunk mondjuk aludni, jó meleg helyen, akkor valamikor, hogy finomat együnk, ez is testnek a boldogsága, legyen egészséges a testünk. Szóval van sok minden, ami testet érinti. Szép legyen a testünk. És egészséges, és így tovább. Ez egy alap a dolog, ami mindenki keresi, és szükség van is rá, vagy igényel, természetesen. De nézzük, egy kicsit vizsgáljuk meg ennek a szintnek, a boldogságnak a természetét. A testnek a boldogsága általában úgy működik, hogyha van valami hiány, fájdalom, és annak megszüntetése, akkor ez boldogságot okoz. Valaki nagyon-nagyon megfagyott kint az utcán, nagyon hideg van, és akkor jön, és akkor befüti a kályhába, akkor boldogság. Valaki nagyon szomjas iszik, akkor boldogság jön, mert megkönnyebbül, megszabadul a szenvedéstől. Általában a testboldogság, ez amikor van változás. A szenvedés után jön valamilyen kényelem. És ennek még van kétféle kategória, amilyen irányba lehet indulni testboldogsággal. Az egyik, amikor nem várok meg a szenvedést a testtel, hanem fokozunk. Fokozni próbálunk. Például ember kezd enni, és akkor nem várja meg, hogy legyen éhes, és szenvedjen éhségtől, akkor megint eszik, megint eszik, megint eszik, de egy idő múlva már nem fog ízlelni. Vagy nézzük meg, amikor valaki próbál jó, akkor enni, inni az jó, de lehet valahogy fokozni. Jó, persze, lehet fokozni, akkor lehet alkoholt, sört. Akkor a sör után mindig, mi a probléma ebben, hogy az mindig kevés lesz, a sör után kell valami erősebb, mert már nem vagyok megelégedve a sörrel, akkor jöhet valami komolyabb, nagyobb alkohol tartalmú ital. És utána valamikor lehetne, jó, lehet egy kicsit hozzákeverni egy kis drogot. És általában ember nem kezdi erős, nagyon kemény droggal, hanem kisebbféle enyhébb. De ott mond fog fokozni, és utána már függővé válik, végül meghal. Ismerem olyan embereket, akik átmentek ezen az úton, és tényleg meghalták a végén, fiatalon, 20 évesen. Szóval ez az egyik út, amikor ember csak próbál fokozni egyfajtából, azért, mert ugyanaz az adag kevés, mert még többet akarok enni, tágul a gyomra, ember kezd hízni, annyi sok probléma kezd, hogyha abba az irányba megy, hogy csak élvezet. Van egy másik irány, ami fenntarthatóbb, mert az első irány, amit meséltem, az hova visz? Ez visz betegségekhez,
végül halálhoz. Szóval betegség után lehet fokozatokat mondanunk, nem csak egy elhízás, hanem szív probléma, másik probléma. Szóval nagyon sok, amikor ember csak mérgezteti magát, és elégedetlenség. Ezért másik út, ez például, hogyha valaki, mielőtt ezt elmondom, akkor még egy példát mondom még egyet, jó? És utána megyünk másik úthoz. Például képzeljétek el, hogy eljöttétek vendégségbe egy hétre lakni valakikhez, barátok vagy ismerősök. Lényeg, hogy elmentjünk oda, és ott fogunk lakni egy hétig, vagy két hétig. És akkor mondtanak, jó, akkor gyere, mit a reggeli vagy ebéd, fő étkezés, és akkor adnak, mondjuk, legyen paprikás krumpli. És akkor, de jó, paprikás krumpli. És akkor eszünk. Másnap megint jövünk, gyere, itt az ebéd, adnak paprikás krumpli. Paprikás krumpli. Na jó, szeretem. Harmadjára jövünk, itt a paprikás krumpli. Paprikás krumpli. Persze, megeszem. Persze. Utána jövünk, negyedik nap, mondanak, gyere itt az ebéd, paprikás krumpli. Hát ha más nincs, persze, megeszem. Ötödik vagy hatodik nap, jövünk, itt a paprikás krumpli, gyere. Hú, megint paprikás krumpli. Hú, akkor jövünk még egyszer, utána mondjuk, hát meddig még lehet paprikás krumpli. És akkor végül megint jövünk, mondanak, itt a paprikás krumpli, itt az ebéd. És akkor fogunk mondani, köszi szépen, én most fogyókúrázok, egy kicsit formámra figyelek, egészségemre, most nem kérem. Szóval az első nap egy nagy boldogságot tapasztaltunk, amikor kaptunk paprikás krumplit, de a többi napokon csökkenni kezdett a boldogság. Szóval a testnek, mivel ő jól lakik bizonyos dolgokkal, ízekkel, akkor kezd csökkenni már a boldogsága ettől a tárgytól. Mert matraszpársa, a védikus írások mondják, hogy az érzékek kapcsolatban jönnek az érzéktárgyakkal, és ezt nagyon gyorsan, hát először, hogy mondjunk, tompítja az érzést, és akkor ő másik, hogy hát igen, jó lakás, jó lakik, jó lesz lakva valaki, és utána már nem kívánja, már nem érzi boldogságot. Ezért mi a megoldás, amit mondanak a védák? Igen, és utána ízeket nem tapasztalod. Én nagyon figyelek, már régóta felfigyeltem, vagy észrevettem, amikor valami finom ennivalót eszek, akkor észrevettem, hogy a jó ízet tapasztalok körülbelül első 4-5 kanál. Lehet, hogy 6. Figyeljetek meg, kíváncsi vagyok, majd írjátok kommentekből, ti, csak én észrevettem, majd ezt ti is tudták észrevenni. És akkor figyeltem, hogy már valamely kanál után már nem érzem azt az ízet, de csak így ennék még. De nincs már ez az íz. Nagyon érdekes dolog. Vagy mikor a sütit, akkor első sütit megeszel, lehet, hogy nem nagy, akkor érzel az ízet, utána már kívánod ugyanazt az ízt, eszel, de már nem érzel azt az ízt. Csak az elmében van, hogy ugyanazt eszel, ami ezelőtt, akkor ez biztos olyan, ugyanolyan finom, és akkor így boldog valaki. Na most ennek a ezért például ahhoz, hogy működjön a test, és akkor emberek tudjanak jobban boldogságot meríteni a testből, azért vannak a sportolás, hogy legyen egészséges, felfrissítve, jobban tudjon emészteni, hogyha ennivalóról beszéljünk, és így tovább, és tovább, és akkor ez egy kicsit frissíti, frissen tartja mondjunk az érzékeket. Valamilyen szinten a jóga még egy kicsit jobban, mélyebben működik. Vagy nézzünk meg
hogy hogyan lehet estet még élvezni, hogy már erről beszélünk, a boldogság, a lemondások. Ez a Véda javasolja, hogy fenntartható boldogság érzés a testtől, amikor ember lemondást csinál. Például, hogyha bőtöl, és hogyha rendszeresen bőtöl, akkor észre lehet venni, hogy bőtölés után, a bőtölés közben, a lemondás közben tisztulnak az érzékek, és ezért amikor ember újra eszik bőtölés után, akkor tud tapasztalni jobb ízeket, tisztán, frissebben érzi az ízeket. Ezért nem véletlenül, mint Ayurveda, mint a Védák, mint a lelki gyakorlatok mindenhol bőt. Persze a bőtnek a célja nem azért, hogy tudjunk ízlelni utána ennivalókat, hanem a magasabb cél, lelki cél, de ez egy mellék dolog, mellék hatása, hogyha valaki testtel végez valamilyen lemondást, és utána csinál valamit, akkor sokkal élénk az érzés. És ez miért jó? Mert itt nem lesz ez a rohanás, még több, és akkor végtelenségig, halálig, betegségig, ami csak mohóságot fog kelteni az ember tudatába. Ez így fontos, hogy a testileg, hogyha van lemondás, akkor hosszabb lesz az élete, egészségesebb lesz a szervezete, és ugyanúgy, és sokkal jobban megkapja, mert végül a mohóság miatt, mikor már betegszik, akkor már hiába, ha már nem is tud enni. Már, hát egy itt van kis süti, jaj, cukros vagyok. Jaj, ettől ez. De hogyha van lemondás, nem leszel cukros, hogyha még nem vagy, remélem nem vagy, és akkor így lehet ezeket tapasztalni. Mint most is, mikor volt? Szombaton. Vasárnap most is volt egy bőt. Régen csináltam videókat egy kárdásikról. Oké. Akkor van ez az első kategória a testnek a boldogsága, amit lehet, ami mindenki nem próbál élvezni, kivenni. De ennél van kicsit több. Nézzük meg, mi az, ami több, mi az, ami még kifinomultabb boldogságot tud tapasztalni. Valaki csak itt megáll, lehet, de van tovább, a további szint, ez már elme. Finom fizikai testnek a boldogsága elme szinten, ami azt jelenti, hogy például akarunk valamit újat venni, és azt akarunk élvezni. Nekem van ilyen, ugye ez az elmébe van boldogság. Hogyan épül ez a boldogság, mi alapján? Nézzük meg ennek is a természetét, megbeszéltük a testnek a boldogságnak a természetét, most beszéljünk elme boldogságnak a természetéről, ami arról szól, hogy az elme boldogságnak az alapja, hogy a testnek az érzékek, érzékszervek, az elmének pedig a mi világ szemlélet, a paradigmánk, a víziunk, hogy hogyan látjunk, és az alapján van kialakult elvárásaink. És ez minden alakul valamikor már előző életből, és vagy valamikor gyerek plusz előző életből biztos már van valami, nem csak valami, hanem konkrét dolgok, utána még vannak szüleink, akik próbálnak ugyanúgy szemléletet, paradigmánkat építeni, segítenek formálni tovább, ami múlt életből hoztunk, hozzá még korrigálnak, korrekciót hoznak a szüleink, utána az iskola, barátok, társadalom, és akkor van nekünk, ez minden összeig keverve, mikor mi összekeverünk több fűszert, akkor kijön valamilyen íz. A
és akkor így mindenkinek kijön egy elvárás, egy kép. Mert általában, mikor mi kérdezzük, mi a boldogság, akkor sokan fognak mondani, hát nézd, ez relatív dolog, neked ez, neki az, valakinek ez, hadd csináljon, hogy legyen boldog. És akkor az igaz, mert mindenkinek különböző képen látja a világot, más szemszög, prizmája van, ami bizonyos sikerek és a traumák által meg van építve, ezért egyik szereti a piros színt, a másik a kéket, valaki a zöldet, és ebbe amúgy még nincsen semmi baj, de valamikor már van probléma, de most nem megyünk abba, hogy hol és mikor van probléma, majd oda ki fogunk térni. Egy példát mondom, hogy hogyan alakul a mi kis szemléletünk, vagy paradigmánk. Például egy kislány otthon anyukája elment otthonról, és gondolja a kislány, most akkor anyukámnak szüli napja van, ajándékot akarok neki, rajzolok. És akkor kereste valami színeket, találta epres lekvárt. Hú, ez milyen szép, mert a padlón új fehér, ilyen krém színű szőnyeg van. Hú, akkor rajzolok anyukámnak szép, valami szeretett rajzot, nagy. És akkor fogja ezt a nagy üveget, 4 literest, és akkor rajzolta, gondolta, jó, akkor még egy kicsit, hogy legyen teljesen kiegészítve, akkor még rajzolok oda a falra is, és olyan nagy örömmel, nagy boldogsággal megrajzolta, jön haza anyukája, és akkor lesz így, mit csináltam, mit képzelsz itt, rajzolsz, ez így nem szabad csinálni, és akkor ő anyukája csak az látja, hogy gyerek rossz volt, csintalan, és olyat csinált, ami ez most tönkretette a dolgokat, és akkor lesz itt a kislány, akinek az elmébe az volt, hogy én szeretnék meglepetés anyukámnak, rajzoltam, és amikor kapta a szidást, akkor azt gondolja, hogy rajzolni, ez rossz. És lehet, hogy ott a természete, de utána egész életben ő már sose fog rajzolni. Mert ez egy rossz, mert kapta a szidást, hogy miért rajzoltál. Neki így esik le. És akkor így különböző esetek vannak emberek számára, és akkor így van egy elvárás. És amikor a mi elvárásunk a szemlélet szerint történik valami, akkor mi boldogok vagyunk. Hogyha elvárásunkat nem teljesíti, ami mert nekünk mindannyiunknak, megint az előző élet alapján, meg a traumák, meg ezek, van saját képeink. Hogyha nem kapunk, akkor megsértődjünk. Akkor megsértődjünk, akkor elkezdjünk boldogtalan lenni, hogy ez egy kapcsolat, akkor elkezdjünk, hogyha most már szociális hálózatok, akkor elkezdjünk írni róla, ő ilyen, meg olyan, meg ezt csinált velem, meg megbántotta, de lehet, hogy ő nem is ígérte semmit, csak nem teljesített elvárást, te már meg vagy bánkodva. Szóval így itt ez a probléma sokszor, amikor elmébe akarnak élvezni, akkor az tényleg relatív lesz, és akkor ember próbál kitalálni. És ott is van mindig fokozatok. Az elme boldogság az pillanatnyi. Mint ahogy beszéltem veletek, amikor eszünk, és első 5-6-3-4 kanálnál érzünk az ízet, utána már nem érzünk, csak gondoljuk, hogy együnk ugyanazt, akkor kell, hogy ugyanaz íz legyen, és akkor próbálunk elégedetet lenni. Itt is általában az élvezet, a boldogság, az pillanatnyi, mert amikor már elértünk a pontot, akkor már nem érdekel, akkor kell következő.
vagy van olyan ebben még, sokszor, hogy megfigyeltitek az életetekben, hogy általában, amikor van egy cél, vagy egy pont, vagy egy program, amiből leszek boldog, akkor mi az előkészítésbe, vagy várás, hogy mi várunk azt a napot, ezt a pillanatot, hogy megjöjjön, van egy ilyen előüzletelés. És általában sokszor ebből sokkal jobban boldog valaki, mikor várja, hogy ez bekövetkezzen, már nem tud aludni éjszakáként, mert holnap, vagy holnap után, itt nem tudom, már korán kellek minden, és utána, amikor bekeletkezik, megkaptam, azután jó alszok, nem? És akkor itt, mivel ez egy relatív elme, ő nem tud, nem kapja egy koordinátát, egy, nem tudom, koordináta számoló pontot, mert koordinátát úgy tudjuk számolni, hanem van egy pont, amihez kell számolni, nem csak úgy kezdjünk számolni, akkor 1, 2, 3, 4, ez nem koordináta, hanem kell egy pont, és akkor ez lesz a nulla, és akkor innen indulunk. De az elmének pont, az elmének a koordináta az nulla pont, ahonnan kell számolni, én vagyok. És mindenkinek így van, ezért relatív, azért mindenki más. És ezért ezt lehet befolyásolni. Hogy milyen legyen neked elképzelés a boldogságról. Például így működnek a reklámok. A reklámok formálják nekünk, embereknek képet, hogy hogyan képzeld el a boldogságot. És amikor ott van egy reklám, akkor látod, hogy híres ember, sikeres ember, sokszor ők részt vesznek a reklámba, és akkor ott bemutatnak valamit, és mi gondoljuk, igen, hogy ez a mosóport fogok mosni, akkor boldog leszek. És mikor bemegyek boldogba, tényleg nézd, ott az a mosóport, ami ma láttunk rá már tévében, reklámba, vegyünk gyorsan. És akkor megvettünk, de jó, beraktunk, mostunk, holnap kimondják, hogy igen, ez a mosóport plusz, és akkor mondják, most már nem csak úgy, hanem 2:1. Ó, akkor 2, akkor rohanjunk, azt veszünk, mert már formaltát, na hagyja, 2:1, akkor az boldogság, 2:1, akkor ez a boldogság. Akkor így, vagy valamikor, szóval itt az van, hogy a boldogság mindig előttünk van egy kicsit, mint a répa a szamárnak. Szóval, és a reklámok úgy csinálják. Ma veszel, mondjuk reklámoznak, akkor vedd meg, figyeljtek, ez nagyon érdekes, hogy most már erre elkapták embereket, és még nem változott, ma nézzük meg, biztos kitalálnak valami újabb, hogy hogyan tudnak eladni embereknek a dolgokat, de most így még mindig működik. Például vedd meg telefont, számítógépet, mert ezt tudja, ezt. Megvettél? Wow, de jó! És utána, hát először miért veszel valamit? Autót? Hát a mindenki lássa. Ó, igen, neked van. És akkor boldogok vagyunk, mikor rólunk tudnak, hogy nekünk van. És akkor igen. Ó, neked ilyen van, és akkor nekünk elismernek, hogy ez egy jó dolog, amit vettünk, akkor boldogok vagyunk. Hogyha nincsen senki körülöttünk, akkor nem tudjuk annyira boldogságot tapasztalni ettől a megvásárolt tárton. De mikor ott vannak többiek, és látták, amikor veszünk egy autót, és mindenki mondja, wow, milyen jó. És utána mi látja, hát ennek is van, neki, akkor kezdek érezni, hop-hop, kicsit így el vagyok veszve, akkor nem tudok már ennyire élvezni. Ezért jön a reklám, mondják, akkor jó, akkor most plusz, vagy S, vagy nem tudom, mik vannak, vagy turbó, vagy szóval ami plusz dolgot, ami már ennyivel többet tud. És akkor mondja neked olyan reklám, mint hogyha, hát hogy tudtál élni ez nélkül idáig? Most neked találtunk, most tényleg boldog leszel, mert ez már ezt is tudja.
Hú, akkor venni kell, akkor messzünk, megyünk, megvetünk. Ó, ezt is tudja. Nagyon hamar kijön a reklám. Igen, de az, ami most reklámozunk, mi az, ami többet tud, de most, most igazán többet tud. És akkor így megy, csak nézzétek meg, egy végtelenségben megy, ez, mennek ezek a dolgok, és akkor így van egy ilyen rohanás, és általában nyugalom az el van veszve sokszor ennek a kapcsolatok és problémások szokták lenni. Ugyanakkor elme, ez egy kapcsolat is mások emberekkel, ott ahogy mondtam, hogy amikor mi próbáljunk valakikkel kapcsolatba lenni, akkor megint én gondolom, hogy én vagyok a nullás pont, a koordináta pont, és hozzám mérem az én elképzelt elvárásomhoz, és hogyha ő nem olyan, mert én találom ki egy képet róla, és hogyha látom, hogy nem ilyen, akkor kész, akkor írok a szoc hálózatokba, a szociális hálózatokba, hogy ő milyen rossz ember. Én áldozat vagyok. Mert én el tudok képzelni, hogy mindenki, csak nézzétek, mindenki azzal el van képzelve, hogy engem senki nem szíthat, nem mondhatja semmi rosszat nekem. Miért? Mert én vagyok a tökéletes. És hogyha valaki valami... ez egy hamis elvárás. Miért? Hát embereknek nincs hibája. Hát van hiba mindenkinek. Mindenki néha másokkal kicsit keményebb lesz, kicsit leszígya. Hát még a lelki tanítómesterek, szentek is ezt csinálják. Csak az egyik, aki anyagi emberük, mikor ő leszígya valakit, az az irítségből, vagy a hatalom uralma, hogy én mutassam, hogy én magasabb vagyok. A szent ember, hogyha valakit leszígya, az próbálja felébreszteni, a rossz irányba mész, ébredj fel. Emlékeztetek, amikor Jézus Krisztus, aki bement egyik templomba, ahol piac volt. Isten házába, teljesen elfeledtették Istenről, mit csinálták? Árusították a dolgokat. Dühbe gurult. Hát a Jézusnak a dühe és átlag embernek a dühe nem ugyanaz, mert neki transzcendentális, mert ő látja, hogy ez egy Isten háza, és itt kell, hogy emberek kerülnek közelebb az Istenhez, ők pedig ettől mit csinálnak? Csak távolodnak. És akkor fogta, és akkor összetörte mindent. Akkor, hogyha nekem van ez az én elképzelésem, hogy vele mindenki csak édes legyen, és akkor egy ilyen szent ember, mint Jézus, lelki tanítomesterünk, Jézus, lesz így, akkor kész. Akkor én fogok őt szidni. Mi ez? Mit képzel magának, hogy engem, velem ezt csinálta, ő is ilyen, és akkor lehet érni szóc hálózatokban. Hát ezért ez a probléma az elmének, hogy saját maga induló pont. Ezért elmének nagyon fontos, hogy ki legyen emelve egy kicsit másik szintre, hogy a boldogság ne legyen ilyen felhős, ahhoz kell egy másik koordináta számoló pont. És ez nem például, hogyha én beesek mondjuk egy mocsárba, és hogyha kimászok, nem tudom saját magamra támaszkodni, vagy a hajamat kihozni. Nekem kell egy támaszpont, ami nem bennem, hanem bennem kívül van, stabil helyen, amelyikbe belekapaszkodok és kimászok. Szóval, hogyha én mindig magamat fogok rakni mocsárba, és hogy én vagyok a induló pont, és próbálok így magamat kiszedni, akkor csak el fogok süllyedni, és akkor meghalok. Ugyanúgy itt is ebben a világban, hogyha én csak az elmémre bízok, és gondolom, hogy az, ami én elképzeltem, az a jó, az nem helyes. Ezért nagyon fontos,
hogy első lépés a fejlődéshez, hogy hol keresek én koordinátát, amihez kell mérni magamat, amihez kell mérni és látni többieket, nem saját magamhoz mérjek a többieket, akkor megváltozik, mert az elme boldogság akkor fog működni, amikor én megpróbálok függetleníteni magamat attól, hogy mondjuk a reklámok és a társadalom és minden tudjon befolyásolni az én szemléletemet. Hogyha megkaptam egy helyes pontot, induló, számláló pont, ahonnan, amihez mérem a dolgokat, akkor meg nagyon fontos, hogy akkor a többiek ne formálják át, hanem mindig így lássak. Ez egy stabil helyzet lesz. És akkor nem lesz trauma. Mert traumák azért vannak, áldozatok, mert én látom, mindig valaki valakire panaszkodik a Facebookon. Mostanában nagyon sok ilyen van. De ki szenved? Akire panaszkodnak? Nem, aki panaszkodik, ő szenved, ő neki fáj. Igen. És akkor... De nem, és most lehet, hogy erről csinálok egy előadást, hogy kell tanulni, meg bocsájtani. Az jó téma lesz. Most erre nem megyünk tovább, de ez azért van. Ezek a fájdalmak, sértődések, hogy én vagyok. Az nincsen igazi támaszpont az elmémnek. És ettől vannak a háborúk, meg nem beszélnek egymással a családok. Tehát, hogyha van egy abszolút pont a te tetején, akkor mi sose tudjunk, nekünk lehetne más véleményeink, de sose fogunk összeveszni. Nem biztos, hogy mindenkivel leszünk a legjobb barátok, mert mindig van mindenkinek más a hangulat, ez természetes, hogy különböző hasonló gondolkodó emberek jobban barátok, de nem lesz ellenségünk, nem fog minket senki megbántani, az biztos. Oké. És ebből, hogy ez egy megtörténjen, kifolyik, vagy hogy mondjunk, ebből ered a következő boldogság szint, a harmadik, ennek kapcsolunk, ez az intelligencia szint. És ez még magasabb, akkor úgy van, hogy akkor van a testboldogság, az bizonyos boldogság mértéket lehet élvezni. Akkor az elme, az ott beletartozik a testboldogság, és még több. Mindegyik következő több tágul a boldogság. Intelligencia még több boldogság. Az intelligencia szinten a boldogság azt jelenti, hogy morális és erkölcsi elvek. Amikor ember tanul, hogy hogyan működnek a világ egyetemnek a törvényei, boldog élet törvényei, ezeket betartva az ember tapasztalja, mennyire kiegyensúlyozott lesz, harmóniában lesz, attól függetlenül, hogy a világban mindig zajlanak a dolgok. Néha van koronavírus, néha hideg, néha meleg, szukhaduk, a szemekritva, laba-laba, jaja-jaja. Szóval bármi lehet valamikor sikeresebb, valamikor kevésbé sikeresebb, de az intelligencia szinten az ember erkölcsi, morális, nemes tulajdonságok a betartása szanszkritul úgy mondják a dharma. Amikor ember dharmát követi, betartja, akkor ez intelligencia szinten boldogságot hoz, harmóniában, mert automatikusan a elme boldogság automatikusan, mert ott már intelligencia, a dharma, az már azt jelenti, hogy pont az, hogy nekem van egy induló pont, koordináta.
hogy mihez kell mérni, amit látok, nem a saját prizmámhoz mérek. Ez az intelligencia szint, és akkor ugyanúgy az elme kiegyensúlyozott lesz, elme boldogság lesz, mert ott jön sok-sok java, egészséges lesz, szóval testileg teljesen rendben lesz, hogyha valaki darmát követi, és így tovább, és így tovább. Szóval itt sokat lehet erről beszélni, de így is mondja a Bhagavad Gita-ba Krishna, hogy igen, a testnál magasabb az elme, ezért jobb boldogság, és több boldogságot kapsz, még nem csak a testbe próbálsz élni, hanem elme. Ennél nagyobb boldogság, de ugye az elmében, hogy látjuk, vannak sokszor probléma. Én ezzel nem beszélek, nem megyek erre a bulira, mert ő lesz ott. Értitek? Ez az elme. Mert vele soha többi. Igen. Szóval ott amennyivel több lehetőség van, több probléma is lehet, mint a testtel. De hogyha megint mondom, hogy azért mert el van tévedve, mert nincsen ez a pont. És azért, amikor van intelligencia, ami magasabb, mint az elme, akkor ő adja elmének a támaszpontokat, és akkor minden rendben van, akkor ő tud boldogulni. Szóval ez volt 3. És igen, intelligenciának egyik fontos, hogy amit ő támaszpont, neki ez a tudás. Ott egyik alap, hogy ez a tudás legyen hiteles. Hát általában a intelligencia szinten már könnyebb ember, elme, amikor csak nem használ intelligenciát, csak elmét, és valami tetszik, valami tudás, akkor ott vakon van elfogadva sokszor, és ezért megint bajba lesz. Szóval elmével mindig bajba lehet kerülni, de hogyha aktív intelligencia, akkor ő tudja felmérni. Nagyon fontos, én is sokszor mondom, hogy azok, akik hallgatnak előadásokat, akár az én videóimat néznek, nem szabad, semmiképp vakon nem fogadjátok el, semmiképp, nem kell, nem szabad, mert ebből nem lesz semmi haladás az életben, hanem ellenőrizni kell. Ki kell próbálni, amit hallottunk az életbe, meg kell győződni, hogy ez igaz-e. Mert hogyha mi vakon elfogadjunk, akkor nem lesz semmi megoldva. És az intelligencia szint, ez pont a mikor ember keresi a hiteles tudást, ő nem csak ami tetszik, szimpatikus, mert jó hangzik, hanem ez tényleg így is van. Sokszor ezt lehet érezni is, de ember kipróbálja, az a legjobb, hogy kipróbálja a szerezzen róla tapasztalatot, meggyőződést, akkor ez hiteles. És utána tudja így bízni. Szóval nem bízunk valamibe, egy darabig nem baj, kétség, hogyha valamit halljunk, akkor kell kérdez, biztos az így van? Az jó, az helyes, ez az intelligencia bekapcsolt, amikor gondoljunk. A samsaja. Van egy kétség, biztos, hogy így van? Miért így kell, hogy legyen? És akkor azért, aha. Lehet csak nem mindig rögtön ki tudjunk próbálni valamit, de kapjunk több bizonyítékot, több válasz, azért így van, meg ezért így van, meg úgy, így is utána tudjunk meggyőződni, utána lehet bízni. Aztán természetesen van megint második a vak követésnek, van egy túloldala a lónak, amikor kétségnek néz ki, de ő vakon elutasítja. Nem igaz, nem így van, nem így van, nem lehet. És akkor kezd saját érveket mondani, miért nem lehet. Az megint nem gondolkodik. Amikor be van kapcsolva intelligencia, nem utasít el, ő inkább kérdez. Hogyha neki
kétséges, vagy furcsa, hogyha nincsen bekapcsolva intelligencia, furcsa, akkor rögtön ez elutasítás. Ugyanúgy, mint valaki vakon minden követ, ó, igen, mindent csinálom. Nem egy nagy, magas repülő szintű. Vagy valaki, mikor rögtön valaki ugyanúgy csak elutasít. Ugyanolyan vakon, mert nem próbál átértékelni. Szóval intelligencia az, amikor ember gondolkodik, felméri, és hogyha furcsa valami, akkor kérdez. Akkor ez úgy van. Persze nem egy kihívóan, mert azok, akik már eleve, van olyan is, amikor már eleve el van döntve, de akkor még pár provokatív kérdést felteszi. Mert aki válaszol, az fog látni kérdésekből, hogy már ő eldöntötte, hogy nem fogadja, akkor most minek válaszoljunk. Akkor egymásnak az idejét ne raboljunk. Igen, ez egy már kis védikus pszichológia, aztán majd egyszer lehet, hogy erről is tartsunk. Oké. Jó, haladunk. 3/4 órát, pedig 1/4 órát gondoltam fogok mesélni nektek. Tegyitek lájkokat, hogyha még bírjátok hallgatni, és igen, itt Facebookon nézem, és látom. Köszönjük, aki idáig írta, meg lájkoltam. Oké. És jó, hát még egy kicsit marad. Marad a utasó, a 4., ami arról szól, hogy lélek. Akkor beszéltünk idáig a test boldogságról, elme, intelligencia, és most a lélek boldogságról beszélünk. Erről nem lesz túl hosszú, mert ez a legnehezebb megérteni, hogyha mi ezt a 3 első témát képesek vagyunk valamilyen szintig megérteni, de nézzük meg most a lelkit, az nem biztos, hogy végig nem tudjuk megérteni. Nem, hogy nem biztos, biztos. De annyit mondanénk a lélekről, hogy ottani, a lelki szintű boldogság az a legstabilabb, és amikor oda van, a lélekre van fektetve a hangsúly, az lelki törvények univerzálisak. Hogyha lelkileg valaki rendben, akkor lélek rendbe hozza az intelligenciát, rendbe hozza az elmét, ember megszabadul azoktól a prizmákról, ami torzítva látja a világot, a sérülésektől, traumáktól, ott nem kell például, aki lélek szinten boldogságot tapasztal, ott nem kell tanulni, megbocsájtani. Miért? Hát mert ő boldog. Ott a pszichika a legegészségesebb a lelki szinten. És ugyanakkor a test, ez egy mellék dolog. Egy példát megint mondom, Jézus Krisztussal, amikor őt hanem meg is verték, és keresztre feszítették, ő nem sértődött senkire. Ő lelki boldogságot tapasztalta, és ő értette, habár nagyon-nagyon csúnyán viselkedték vele, kritizálták, verték, nem csak kritizálták, megverték, ez még rosszabb, mint a Facebookon kommentekbe, vagy posztokban valaki kritizál másokat. Sokkal rosszabbat csinálták, és még ő azt kérte, atyám, most pusztítsd el őket, hogy menjenek égni a pokoli tűzbe, hanem mondta, bocsáss meg nekik. Más. Értitek? Nem abból a szemszögből nézte, hogy engem most itt bántanak, pedig én semmit rosszat nem csináltam. Neki nem volt ez a prizma, hogy mit elvárja az emberektől.
ő neki az volt a prizma, hogy Isten mire kérte őt, és akkor ő ezt csinál. És akkor ő látta, hogy ezek a szerencsétlenek vakok, és nem tudnak vissza, mivel irigyek, és ezt csinálnak velem, nem tudnak menni Istenhez. És ettől még, mert mivel ő tudta, hogy valaki képviselőt, egy szentet, egy lelkitanítmester bánt, akkor az nagy szenvedéssel fog járni. És ő nem akarta, hanem akarta, hogy bocsáss meg nekik, mert hát, ha majd ők is erre az útra állnak, és akkor megszabadulnak a saját fájdalmoktól, ami itt van az elmékben. Szóval ez a lelki szint. A léleknek. De miért így van? Itt is kell kérdezni. Nem kell. Példa az nagyon jó, de jó lenne megérteni, nem kell vakon nekünk ezt mind elfogadni. Jó, mindjárt fogok erről mondani, de előbb egy kérdéset felteszünk. Akkor mit mondanak a védák? Van esélyünk, hogy boldogok legyünk? Természetesen van, és ez abból áll, hogy mi a mi természetünk, a léleknek a természet. És miért a lélek a legfontosabb, hogyha ottani szinten rendben vagyunk, akkor mindenhol rendben leszünk. Emlékeztek, mi a neve az előadásnak? Boldogságra programozva. És hogyha most picit gyorsan átfussunk idáig, amit meséltem, akkor mindenhol néztünk, hogy igazából arról volt szó, hogy mikor a testi szinten, akkor is mindig boldogságra vagyunk programozva. Akkor egyek, aludjak, valami testi dolgokat csináljuk, hogy, és akkor ott programoznak minket. Akkor, amikor az elme, akkor ott reklámok, mindenhol próbálnak minket boldogságra programozni, csak nekünk megmondják, hogy mi a boldogság. Egy képet, kevésbé többé torzított, gyorsan keltenek az elméből, hogyha most megveszel ezt az új dolgot, a kínai olcsó műanyag dolgot, akkor boldog leszel. És akkor igen, megyünk, veszünk, szóval programozva vagyunk. Akkor intelligencia szint, ott is ez a dharma, az is egy programozás, csak az egyezik az univerzumnak a törvényekkel. Ebben a pillanatban, hogy én univerzum törvények szerint élek, azon a harmóniában leszek intelligenciailag elmé és a testi. Rögtön. Mert a testi problémák akkor vannak, mikor nem ismerem a dharmát. Na most nézzünk a lelki dolgokat, a lelki természetünket. A védikus írások, amikor beszélnek a léleknek a természetéről, akkor azt mondják, hogy Sat, Chit, Ananda. Ez azt jelenti, hogy már lélek örök. Ez egyik fontos pont. Hogyha mi megnézzünk a testnek a boldogságát, az elme boldogságát, még az intelligencia boldogságát, az minden átmeneti. De mi, ahogy egyik előadáson mondtam, intelligens ember nem keresi, neki nem kell olyan boldogsága, amelyiknek vége van. És mi mindannyian, szóval mindegyik ember olyan boldogságot keres, hogy legyen örök. De megint minden, ami testet érint, mert valamikor meg fog betegedni, így is úgy is, vagy megöregedni, és nem lehet már tőle kivonni boldogságot. Az elme az sokszor zsákutcába megy boldogsággal. Az intelligencia, a dharma az jó, azt emeli, ezt tisztítja, az nem rossz, az már így van, mert onnan már nagyon könnyű lesz, vagy könnyebb felkerekedni a lelki szintre. De a lelki boldogság az örök, mert lélek örök, ezért sokkal magasabb, ezért hogyha én lelki szinten boldogságot tapasztalom, ezért nem zavarnak ideglenes dolgok. Jaj, most megváltozott, idáig minden jó volt, mentek, megváltoztak. Már nem lehet ezt csinálni. Aki a lelki szinten van, nem baj,
Mert ő tudja, hát ez a világ, nem, ő neki nincs hamis elvárás, hogy itt most mindig így legyen. Tudja, most így volt, most így lesz, lehet, hogy még szoktak mondani, még lehet, még rosszabb is lehet. És még lesz is. És nem, de nem probléma, mert tudja, hogy tiszta képet kapt a világról, és amikor ő mondjuk önzetlenül segít másoknak, és megbántanak, nincs hamis elvárás, hogy most attól, hogy én segítek, akkor mindenki, jaj, de hálás vagyok, jaj, köszönöm, hogy ezt csináltál nekem. Ő nem várja el ezt. Mert valaki hálás lesz, valaki nem lesz hálás, valaki irigy lesz, valaki kritizálni fog, és ezért nem haragszik. Neki nincsen ez a kép, hogy most mindenki körbe táncoljon őt, és akkor hálából ott nem tudom, konfetit dobáljon rá éjjel-nappal, mert lufikat adjon neki. Ez nem érdekel. Értitek, hogy egy teljesen más kép van, más elvárások, és nem zavar, hogy téged ma dicsértek, holnap téged kiabálnak rád, ma Mercedes-szel utazó, holnap Samarán utazó, nem baj, nem zavar. Ez a szát, csit, ez nem mondtam, hogy lennek, csendbe legyitek, csit szó, ez jelenti, hogy tudat. Tudat és a tudás. Szóval ő a lelki szinten van egy tökéletes, hibátlan kép, szemlélet, paradigma a világról, viszonyokról. Akkor és nem lehet megvezetni. Ezért stabil a boldogsága. És a harmadik, ananda, ez a boldogság szó. Szóval lelket, hogyha mi testet bontjunk, akkor fogunk látni, van izomzat, csontozat, ilyen szövet, nyálka, meg annyi sok mindenből áll a testünk, de hogyha lelket bontjunk, akkor más összetevők. Szát, örökségből áll, örök, örökivaló, csit, tudat, tudás, és boldogság. Szóval visszatértünk most is a mai előadásnak a címéhez, amit elején beszéltünk, hogy mi már teremtés óta, vagy hát mi nem vagyunk teremtve ezzel a teremtéssel előtt, mi öröki vagyunk, de akkor is már eleve öröki vagyunk programozva a boldogságra, ez normális dolog. Csak amikor a lélek befedve lesz először az intelligenciával, elmével és a testével, akkor eltorzul a kép. És akkor nem tudja kivonni ezt a boldogságot. Nem lehet tapasztalni, mert el van nagyon fedve, el van takarva. Vagy képzeljétek el, ti tudtok úszni, nagyon jó, nagyon kényelmesen tudtok úszni bármilyen stílusba, de rátok raknak mondjuk most 500 kilós súlyt. Ez lehúzza, hiába nem tudjuk élvezni az úszást nagyon jól, hanem ez minket lehúzza. Szóval ugyanúgy itt is ezek a fedelek, amit befedi a lelket, a test, elme, intelligencia nem engedi, letakarja, eltakarja minket, és akkor nem tudjunk boldogságot tapasztalni. Ezért ez egy nagyon fontos szát, csit ananda. És a végére csak egy pici kis ízlelőt mondom, hogy a fő boldogság, mivel a boldogság mindig a viszonyok, a testi szinten a viszonyok az én testemmel. Én szeretem ezt a testet, szépen nézem ki, finoman egyek, így legyek sminkelve, jókat aludjak, akkor az elme, akkor ott a kapcsolatok, a vásárlások, meg minden. Akkor az intelligencia, akkor a dharma viszonyok, dharma szerint, akkor én már úriember vagyok mindenkivel, sose fogok becsapni, bennem lehet bízni. Ott már nincsen hamis elvárások, mert ahogy mondtam, intelligencia szinten ott már a védikus írás adja koordinálta nulla pontot, ahhoz kell mérnie mindent, nem ide, nem ehhez mérek.
De, és akkor ott azok a viszonyok a darmával, a világgal, társadalommal, a világ fő, a világ törvényekkel, univerzum törvényekkel. És a lelki boldogság az is viszonyok, szóval mindenhol van viszonyok, és ott személyes kapcsolat, viszonyok Istennel. Ez most a legmagasabb pont, amíg idáig eljöttünk a mai előadáson, de erre nem is fogok belemenni, mert majd egyszer máskor, aki majd bhakti jogával foglalkozik, és akkor majd ott szépen fokozatosan megyünk egy ilyen pár fontos témán is át fogunk menni. Nem pont a rögtön ezzel fogunk kezdeni, de az a legbensőségesebb tudás. Oké. Nézzük meg, hogy esetleg van kérdésünk. Kérdés nincs. Rendben. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Szép estét kívánok mindenkinek, és majd újra nem sokára fogunk találkozni. Remélem mindenki jól van és egészséges. Ahogyha valaki netán szeretne, és még nem tudja, hogy van Bhakti Yoga csoportunk, mert Bhakti Yoga az a szeretetnek a jogája, és ami segít megvalósítani, hogy én lélek vagyok, nem vagyok ez a test, megérteni Istent, az egész világ egyetemet, az értelmét, miért van, és mi a szeretet kapcsolat Istennel, ezen a Bhakti Yoga csoporton lehet oda csatlakozni, itt a Facebookon, és akkor ott lépésről lépésre igyekszünk megosztani veletek. Oké. Akkor még egyszer köszönöm szépen. Szép estét. Hare Krishna.